Mindenki Akadémiája színpadán Miklós Péter, történész, muzeológus. Sokszor kérdezték tőlem, hogy miért lettem történész. Nagyjából 6 éves korom óta, mióta tudok olvasni, kiolvasgattam az otthon lévő kézikönyveket, lexikonokat, rejtvény és irodalmi lexikonokat, aztán 8-10 éves koromra a Móra Kiadó Így élt sorozatának szinte valamennyi kötetét elolvastam és átlapoztam. Így nagyjából 10 éves korom óta a nevek, az adatok és az összefüggések bűvöletében élek. Miklós Péter kisfia akkor is büszke lenne édesapjára, ha csak 2 állása lenne. De apukája amellett, hogy bő 1 évtizede tanít egyetemeken és könyveket ír hittudományi témákban, 2 éve a Hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeum igazgatója is. Ez utóbbi szinte második otthona. Éppen ezért nem meglepő, hogy kinevezése óta sorra váltják egymást az időszakos, interaktív kiállítások a múzeumban. Milyen képe van az embernek a múzeumról? Olyan, hogy bemegyünk valamilyen térbe, fölhúzunk a lábunkra valamit, hogy még nekkor is toljuk az aljzatot vagy az alsó felületeket sem, és vannak ott nénik meg bácsi, hogy kicsit időadnak minket, hogy csöndbe legyünk. No, ilyen a múzeum hagyományosan. Most pont az a lényege, hogy a felfedezést megadjuk annak, aki eljön ide. Ő maga tudja ezt a témát, ezt a korszakot felfedezni saját magának, és mi megadjuk ennek a kereteit. A kommunista diktatúrát bemutató múzeumban a legkorszerűbb kiállítási technológiákat és múzeumpedagógiai eszközöket alkalmazzák. Igyekeznek közérthetően bemutatni a látogatóknak ezt a történelmi időszakot. Miklós Péter pedig, amikor nem a múzeumban van, Szegeden tart előadást hallgatóinak. Én szeretem a hallgatókat is, meg szeretem a fiatalokat is. Ez mondjuk az embernek ilyen rekreációs dolog is, hogy meglátja, hogy hogyan gondolkodnak azok, akik majd utánam fognak következni. Úgyhogy nekem az életemnek az egyik legfontosabb területe. Tehát, hogyha meg kéne határozni, mit tartok a legfontosabbnak, az talán azt, hogy volt sok ezer tényleg hallgatóm az elmúlt 13-14 évben. Nekem nem nagyon van olyan hallgatóm, aki megbukott. Ennek több oka van, mert akkor, ha nem teljesít, inkább nem írom be neki egyet. Másrészt a buktatás nem jó, mert úgyis visszajön a hallgató 1 év múlva, 1 év múlva, tehát nem kerüljük el egymást, inkább valamilyen olyan légkört kialakítani, olyan feladatot adni, amivel valóban ő maga is felfedezhet magának egy témát, ami iránt érdeklődik, és akkor gyűjtsön hozzá sajtóanyagot, keressen hozzá fényképeket, nézzen ki egy kis felületet, szálljon rá néhány órát figyelemmel. Én azt gondolom, hogy ez többet ér, mint hogyha megtanul sok 100 oldalt. Miért hívják az 1947-es párizsi békét a második Trianonnak? Miért volt ez a béke súlyosabb, mint az 1920-as? Miért került Erdély ismét román kézre? És miért voltak végzetes következményei annak, hogy Magyarország a Szovjetunió szomszédja lett? Ezekre keresem most a választ. Miklós Péternek kevés ideje jut a pihenésre. Szabad óráit igyekszik 2 gyermekével, csanáddal és Zselykével tölteni. Az igazi kapcsolódás az, amikor a saját atyaim körében vagyok. Ugye a lányomnak mesét olvasok, a fiamnak mesét olvasok, ezek kötelező körök, vagy focizni, vagy biciklizni, vagy kimenni egy játszótérre hintázni, meg cipekedni. Ezek azért teljesen kikapcsolják az embert, és ilyen kevés időt töltök velük, de ezt igyekszünk minőségi idővé, meg minőségi együttlétté tenni. Az új szegedi Szent Erzsébet templomhoz és a mellette található parkba gyakran sétál ki a Miklós család. A szüleim ebben a templomban házasodtak össze, engem ebben a templomban kereszteltek meg, sőt, történészként is volt szerencsém foglalkozni ennek a templomnak a történetével. És az első könyvembe, ami 2004-ben jelent meg, az egyik fejezet pont ennek a Szent Erzsébet templomnak a története. És hát utána úgy adta a sors, hogy itt élünk Újszegeden, nem olyan messze ettől a templomtól, meg nem olyan messze ettől a tértől. És hát az külön érdekesség, hogy amikor 2 fába vágtam a fejszémet, fiatal házasokként egyrészt házat vagy telket szerettünk volna valahol venni, másrészt pedig a családfámat kezdtem el elkészíteni, és
ilyen nyári napokon ezeket a munkálatokat végeztem, amikor megtudtuk, hogy kisbabát várunk. Úgyhogy úgy látszik, hogy valahol az őseink, vagy ezek a régi témák és az embernek a gyökérkeresése, az pont akkor indult meg, amikor egy ilyen kis élet és egy kis kölyök is megérkezett közénk. És hát pont olyan helyeken nézegettünk házokat, ahol az őseink éltek. Úgyhogy úgy látszik, hogy van az embernek sorsa, és az a sors néha területhez is kötődik, a mi esetünkben éppen ide Újszegedhez. A színpadon Miklós Péter történész, és témája illúziók és realitások, a párizsi békeszerződés előzményei és következményei. 1945-ben Magyarország és Európa történetében egy merőben új korszak kezdődött. Magyarországnak a keleti határain megjelent a Szovjetunió, és a trianoni Magyarországot 1944. szeptemberében elérő szovjet csapatok rögtön megkezdték bevezetni azt a politikai rendszert, amely később a kommunista diktatúrát eredményezte, és bevezetni azt a társadalmi, gazdasági és eszmei hátteret, amely az államszocializmus korát jellemezte. 1945-ben tavasszal, április végére zárultak le azok a folyamatok, amelyek a német csapatok Magyarországról való távozását és helyükre a szovjet megszállók megérkezését eredményezték. Magyarország ekkor hivatalosan hadviselő fél volt, és az első világháborúval szemben egy új jelenség, hogy az ország is hadszíntérré vált, óriási pusztítások eredményeként lett szovjet fennhatóság alatt Magyarország a német megszállás helyett. Ebben az időszakban a hadviselő országnak a jogi helyzetét rendezni kellett, mégpedig előbb egy fegyverszüneti, majd pedig egy béke szerződéssel. 1947. február 10-én kötötték meg azt a párizsi békét, amely nagyjából két éves béke előkészítésnek az eredményeként jött létre. 1945. januárjában, még miközben mondjuk Budapest német megszállás alatt van, már fegyverszüneti egyezményt kötött Magyarország a Szovjetunióval és a szövetségesekkel, a háború későbbi győzteseivel, viszont a jogi békekötésre várni kellett. A békekötés legnagyobb kérdése Magyarország területének a meghatározása volt. A realitás az volt, hogy a győztesek már valamikor 1944 folyamán eldöntötték Magyarország későbbi jogi helyzetét, azonban az ekkori magyar politika, amely még sokrétű, hiszen szociáldemokraták, kommunisták, nemzeti parasztpártiak, ők a baloldaliak, mellett polgári érzelmű kisgazdák, sőt keresztény pártok és liberális pártok is működhettek. A politikai életnek tehát megvolt az az illúziója, hogy diplomáciai lépésekkel ebből a béketárgyalás sorozatból valamit ki lehet hozni. Magyarország területét, ami 1920 és 44 között elsődleges célja volt a magyar külpolitikának, lehet gyarapítani. 1944-45 fordulója nem csak azt hozta Magyarország számára, hogy megérkeztek a szovjetek, hanem azt is, hogy egy teljesen új világ bukkant itt föl. Az 1945. január 20-ai fegyverszüneti egyezvény, amelyet Moszkvában kötöttek, és Balogh István államtitkár, valamint Gyöngyösi János külügyminiszter is az aláírói között voltak, két fontos alapelvet szabályozott Magyarországgal kapcsolatban. Egyrészt elismerte, hogy Magyarország a háborúban vesztes ország, és emiatt hátrányokat kell, hogy szenvedjen. Másrészt Magyarország területét visszautasította az 1937. december 31-i határok közé, tehát a területgyarapodás előtti időszakra. Harmadrészt pedig jóvátételt, összesen 300 millió dollárnyi 1938-as árfolyamon és aranyfedezettel számolt dollárnyi elégtételt és jóvátételt írt elő Magyarország számára, amit részben a Szovjetuniónak, részben pedig Csehszlovákiának, illetve Jugoszláviának kellett fizetnie. Volt azonban egy fontos kikötés ebben a fegyverszüneti egyezményben, mégpedig az, hogy Magyarország szuverenitása, nemzeti önállósága az korlátok közé kell, hogy kerüljön, ez pedig a Szövetséges Ellenőrző Bizottság révén valósul meg.
volt Magyarországon egy erőbb Vorosilov, majd pedig Szviridov altábornagy által vezetett szövetséges ellenőrző testület, szövetséges ellenőrző bizottság, amely az állami főhatalmat ebben az ingoványos és bizonytalan jogi helyzetben, amikor az államnak nem volt államfője, nem volt választásokon létrejött kormánya, gyakorolta. Magyarország a háború és a béke kötésében, tehát úgy kellett, hogy szerepet vállaljon a diplomáciai tárgyalások terén, hogy nem volt szuverén ország. Legitim módon a fegyverszüneti egyezmény értelmében addig, amíg meg nem köttetik a majdani békeszerződés, szovjet csapatok, megszálló csapatok állomásozhatnak az ország területén. Hogyha megnézzük a 45 utáni politikát, akkor nem csak az figyelhető meg, hogy nyilván szovjet befolyásra a baloldali pártok előre törnek. Nem csak az figyelhető meg, hogy a két világháború közötti politikai szereplőket számon kérik jogi úton, vagy pedig egyéb úton, hanem az is, hogy két fontos újdonság jelenik meg, az egyik eszmetörténeti jelentőségű, a másik pedig diplomáciai vagy külpolitikai jelentőségű leszámolás a Szent Istváni állameszmével. Ami 1920 és 1944 között meghatározó volt a politikai életben, és törekvése volt a két háború közötti magyar politikai szereplőknek, hogy ezt az országot, az egykori Szent Istváni Magyarországot, a Trianon előtti Magyarországot újra egyesítsék, az 1944-45 folyamán megszűnt. Reál politikus nem hihette, hogy a Szent Istváni állam létrejöhet. A Felvidék, a mai Szlovákia, Csehszlovákiához fog tartozni, ez már 44-ben látszik. A Délvidék jelentős része a jugoszláv államhoz. Erdély esetében van reménye 1945-ben a magyar külpolitikának, hogy azt az észak-erdélyi sávot, amely 1940. augusztusában a második bécsi döntéssel visszakerült, megtarthatja. És a másik következménye, ami nem eszmetörténet, hanem geopolitikai 44-45-nek, hogy a Kárpátaljának nevezett régióban fölbukkan a Szovjetunió, és fölbukkannak a szovjet csapatok. Ez a kárpátaljai régió, jó részt ruszin nemzetiség lakta régió, eredetileg Magyarország és a Magyar Királyság része, 1920-szal Csehszlovákiához kerül, 1945 nyarán azonban, és ez példátlan a 20. század Európa történetében, egy békés csereegyezmény között, Csehszlovákia és Szovjetunió között létrejött csereegyezménnyel ez gazdát cserél, és Kárpátalja a Szovjetunióhoz, azon is belül az ukrán-szovjet-szocialista köztársasághoz kerül. Ennek még lesz jelentősége. Miért kell a Kárpátalja a Szovjetuniónak? Azért, mert a Kárpátok, ami közismerten fontos stratégiai elem, természeti adottság, nehezen megközelíthető a Kárpát-medence, ezáltal közep, sőt, Nyugat-Európa, ez legyen szovjet ellenőrzés alatt. Ez tehát a céljuk, és ezért kicsit átrendezik az országnak a viszonyait, Magyarországét is, Csehszlovákiét is, és Ukrajnáját is. A magyar béke kérdésében 1944-45-ben a három nagy megállapodik abban, Churchill, Roosevelt és Stalin, hogy a magyar béke kérdésében különbséget tesznek a szomszédos államok körében. Egyrészt velük szövetséges és ezáltal győztes államokat kiáltanak ki, Csehszlovákiát és Jugoszláviát, másrészt pedig a Szovjetunióval és a szövetségesekkel ellenséges államokat határoznak meg. Ezek az ellenséges államok értelemszerűen Ausztria, ami szintén nem létezik, hiszen Németország és Ausztria 1938-ban egyesült és létrejött a Nagy Németország, másrészt pedig természetesen Románia, és itt lesz jelentősége Erdély hovatartozásának, hiszen Románia maga is ellenségként viselkedett a Szovjetunióval. A követelések és a területi igények hogyan jelentkeznek, arra csak egy gondolatot emelnék ki. Amikor 1944-ben még Dél-Erdély Romániához tartozik, akkor Szovjetunió külön megállapodásával lehetőséget ad Dél-Erdély megtartására. Viszont Észak-Erdélyt, amely 1940-től Magyarország része, Magyarországnak ígéri. Sőt, mindkét államnak fölvetik a szovjetek, hogy esetleges további területi korrekciót is kaphatnának. Tehát nemes egyszerűséggel Molotov
külügyminiszter és Sztálin mind Romániának, mind Magyarországnak teljesen, vagy legalább részben odaígéri Erdélyt. 1946 folyamán diplomáciai tárgyalások zajlanak világszerte. A Magyar Békeküldöttség, amelynek a tagja 1946-ban Nagy Ferenc kisgazdaminiszter elnök is, és amelynek a vezetője Gyöngyösi János kisgazda külügyminiszter, régi kisgazda politikus és újságíró, nem túl nagy diplomáciai tapasztalattal, de viszonylag jó szakértőgárdával. Tehát ez a békedelegáció ellátogat sok helyre. Ellátogatnak Washingtonba, ellátogatnak Londonba, és természetesen Moszkvába, de erről még fogunk beszélni. Washingtonban és Londonban és Moszkvában is, sőt még a párizsi külügyminiszterek, illetve külügyminiszter helyettesek tanácsán is, az egyetlen magyar diplomáciai szereplő, aki franciául, oroszul, angolul úgy, ahogy meg tud szólalni, az Rákosi Mátyás. Az a Rákosi Mátyás, aki később ennek a magyarországi diktatúrának lesz a névadója és képviselője, az a Rákosi Mátyás, akit a két háború között arra képeznek ki Moszkvában, hogy fölkészülten újságírásban, közgazdaságban és egyéb ismeretekkel jártasan át tudja venni egy államnak az irányítását. Az 1946-os békét előkészítendő számos szakértői anyag készült, és ezek mellett politikai adatok, politikai háttéranyagok is készültek a békeszerződés döntéseit tárgyaló felek számára. Az angol és az amerikai szakértői anyagok, azok kulturális, demográfiai, nemzetiségi, gazdasági érveket hoztak föl. Magyarul azt, hogy a trianoni Magyarország határain kívül sok magyar él, hogy Magyarország gazdasági föllendülésében és működésében nagy szerepe lenne bizonyos a határokon kívül lévő területeknek. Sajnos azonban ezeket a szakértői anyagokat és ezeket a szakértői érveket söpörte le az asztalról a politika, és érvényesült az az elv, amit már 1944 folyamán, mint hangsúlyoznunk kell, eldöntöttek a nagyhatalmak, miszerint Európának abban a régiójában, ahonnan a német megszállókat kiűzik, a szövetségesek nyugati vagy keleti, tehát angol szász vagy szovjet fele a saját maga gazdasági, társadalmi és politikai rendszerét vezetheti be. Tehát hiába készültek jó szakértői anyagok, ezeket lesöpörték az asztalról, és helyette politikai érveket hoztak. A 46-os tárgyalások egyik fontos pontja volt a moszkvai tárgyalássorozat, ahol a magyar diplomácia vezetői és a magyar kormány vezetői Sztálinnal és Molotovval találkoztak. Itt Sztálin ismét alkalmazza a maga mézes madzag vagy hinta politikáját, eljátsza azt, mintha Molotovval ott hallana először erről a kérdésről, és hogy jogosnak ismerné el Magyarország területi igényét Erdélyre. Tudjuk persze, hogy ennek ellenére megállapodtak a román féllel, és Romániának ígérték egész Erdélyt, de a magyar féllel azért egy színjátékba belemennek, és a magyar politika hisz abban, hogy lehetséges ennek a trianoni békének egy újragondolása, és lehetséges a párizsi béketárgyalásokon egy új helyzet teremtése. Ennek jegyében a magyar diplomácia kidolgoz számos javaslatot. Az egyik az 22.000 négyzetkilométernek a Magyarországhoz való kerüléséről szól. Ez durván a Párciumot és Erdélynek a nyugati részét foglalná magába. Aztán amikor látják, hogy ennek nincsen realitásuk, hiszen sem a magyar politikai életben nincs érdemleges támogatottsága, sem a Szovjetunió nem támogatja, akkor egy nagyon kicsi sávot, egy szatmárnémeti nagyvárattól kezdődő, aradig elhúzódó, mindössze 4-5000 négyzetkilométeres sávot szeretnének Magyarország számára megtartani. Ez már nem érdemleges revízió lenne, csak szimbolikus revízió, hogy Magyarországnak a speciális helyzetét és a szörnyű kisebbségi létét, hogy a magyar határokon túl több mint 2 millió magyar él még abban az időszakban is, elismerni a nemzetközi jog. Sztálinék ebbe se mennek bele, és ezt nagyon jól tudja a román külpolitika. A román politikát ekkor Petru Groza miniszterelnök vezeti és irányítja,
aki egyébként magyar barát, Magyarországon végzett jogi egyetemet, beszéli a nyelvünket, a lánya Magyarországon színésznő, de még Petru Groza is elutasítja Románia területének csökkenését, sőt, mint olvashatjuk, Tătărescu külügyminiszter Erdélyre, mint a románság bölcső helyére és Románia számára mindennél becsesebb területre tekint. A román politika tehát teljesen megmerevedik, és nem akarnak új területet adni Magyarországnak. És hogy mi van ennek a hátterébe, és Sztálinnak mik a szándékai, ahhoz látnunk kell azt is, hogy a párizsi béketárgyalásokon fölbukkan Edvard Beneš, csehszlovák külügyminiszter, ekkoriban Csehszlovákia elnöke. És itt jön megint csak Sztálin cinizmusa, a németek kitelepítését az egész közép- és kelet-európai régióból engedi. A magyarok kitelepítésére pedig azt mondja, és erre is vannak jegyzőkönyveink, hogy valóban a magyar kérdés az vagon kérdés, egyszerűen telepítsék ki a magyarokat. Tudjuk, hogy ekkor már 70 ezer magyar 1947-re űzetik el a szülőföldjéről Csehszlovákiából, de Beneš úgy bukkan föl a párizsi békeszerződésnél, hogy követeli további 200 ezer magyarnak az eltüntetését az országa területéről, és követeli az úgymond pozsonyi hídfőnek a településeit. Mi is ez a pozsonyi hídfő? Pozsonnyal szemben a Duna partján azok a települések, amelyek stratégiailag fontosak lehetnek akkor, hogyha a magyar haderő támadná Pozsonyt. Tegyük hozzá, nem akarja, hiszen 1948-tól kommunista diktatúra van mindkét országban. Sztálin a jugoszláv kérést, a csehszlovák kérdést elfogadja, és elfogadja végül a románok kérését és a románok igényét is. De miért? Azért, mert ahogy a Kárpátaljába és a kárpátaljai régióba betette a lábát a Szovjetunió, úgy más stratégiai pontokat is érint. Ilyen stratégiai pont Moldova, a mai Moldávia, amely egykor Besszarábia jelentős részét tartja, vagy foglalja magába. Ez azért nagyon fontos, mert a történetünk még 1939-re és a Molotov-Ribbentrop megállapodásra vezet vissza, amikor is a két nagy totális állam, a náci és a kommunista állam vezetői megállapodnak közép-európai bizonyos térségek felosztásában, elsősorban Lengyelországban. De ennek jegyében veszik el Besszarábia egy részét Romániától, és Románia ezt csak a II. Világháború során szerzi vissza. No, ezt a Besszarábiát megtartja, és Moldáv-Szovjet Köztársaság néven, mint Fekete-tengeri bázisát magához láncolja a Szovjetunió, és gyakorlatilag Besszarábiáért a moldáv SSK-ért cserébe adja Erdélyt a románoknak. Tehát miért nem lett Magyarország része Erdély? Noha volt rá informális ígéret azért, mert Sztálin újra kódolja a közép-európai jelenlétét, szükség van a Fekete-tengeri kijáratra Besszarábiába, ezért nem adja oda Magyarországnak Erdélyt. A románokat pedig ezzel kompenzálja, hogy de legalább Erdélyt megtarthatjátok. És ennek része az is, hogy beteszi a mancsát a Kárpátaljára, azért, hogy gond nélkül a Kárpátokon át tudjon hatolni. Nagyon fontos a párizsi békeszerződésnek, amely aztán 1944. február 10-én kerül Párizsban aláírásra, Gyöngyösi János külügyminiszter magyar részről, az a pontja, amelyik szabályozza a Szovjetuniónak a jogát arra, hogy föntartsa a katonai jelenlétét továbbra is Magyarországon. Tehát 45 óta azért vannak itt legitimen, mert a fegyverszüneti egyezmény biztosítja ezt, 47-től kezdődően maga a békeszerződés, addig, amíg Ausztria jogi helyzete nem rendeződik. 1955-ben rendeződik Ausztria jogi helyzete, a szovjet csapatok mégis maradnak. Mégpedig azért, mert időközben létrejön a Varsói szerződés, és a Varsói szerződésnek tagja Magyarország is, annak van egy központi katonai irányítása, és a szovjetek maradnak. 1956-ban pedig ismét nagy erővel érkeznek, és maradnak negyed századig, több mint negyed századig, és maradnak több tízezres létszámban. A párizsi békének tehát mi a következménye? A párizsi békének az a következménye, hogy Magyarország területileg tovább csökken. A párizsi békének az a következménye, hogy a Szovjetunió megjelenik a közvetlen szomszédunkban, hogy a szovjet csapatok itt vannak Magyarországon, és végső soron a párizsi békének az egyik legfontosabb következménye az, hogy nemzetközi jogilag is beburkolódzott Magyarországnak a szovjet megszállása,
és az államszocialista korszak Magyarország nemzetközi és diplomáciai státuszát innentől kezdve ez a béke határozza meg, amely nem a magyar külpolitikának, hanem a nagyhatalmaknak, elsősorban a Szovjetuniónak az érdekeit képviselte. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap a Svájcban élő, nemzetközileg is elismert coach Hankovszky Katalin tart előadást arról, hogyan lehet a játékosság és az improvizáció erejével beszélgetést kezdeményezni egy csoport tagjai között.